az érzetünk nem rosszabb, hanem jobb lesz. Most szeretnék felolvasni egy igét, amit az ima órán olvastunk föl, és egy pár szót arról beszélni, mi történt fog. Pál apostol Efézusba érkezi a leveléből, annak is az 5. rész első 5 versét olvastuk föl ima órán. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérvetlenség, se ostoba beszéd, se kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Arról beszéltünk, hogy van lehetőségünk imádkozni azért, hogy gyülekezetünk tisztább legyen, hogy gyülekezetünk tisztasága, ami Isten számára nagyon fontos, az minél jobban látható és érezhető legyen a számunkra. És arról beszéltünk, hogy ez a tisztaság ennek belülről mindenkinek magából kell, hogy kiinduljon. Én belőle. Nem kell, hogy arra várjak, sőt, az a legnagyobb hiba, ha arra várok, hogy az én testvérem tisztuljon meg először. Nem. Én nekem kell, hogy tudjam sugározni azt az örömet és szeretetet, amit Krisztustól kaptam. Mert ha másra várok, akkor lehet, hogy lekésem azt a pillanatot, amikor az Úr előtt majd meg kell állnom, és ő azt mondja, hogy te voltál a legtisztább abban a gyülekezetben, ahova jártál. Igen ám, de most jött el az idő. És te most, ebben a pillanatban még nem vagy tisztán, hanem azt a bűnt, ami bennem van, még elrejted. Nem vallottad meg előttem. Elkéstél. Egy hajszállal késtél. És hogy ez mennyire el fog majd minket szabadítani attól. Ezért imádkoztunk, hogy egyen-egyenként magunkból kiindulva tudjuk megtisztítani. Forduljunk le, és imádkozunk. Köszönöm Istenem, hogy én is gyülekezetbe járhatok. Köszönöm, hogy itt lehetek, Kispesten, egy olyan gyülekezetben, amit te jelöltél ki. Nem emberek, noha mégis úgy láttuk, hogy egy ember elindult több mint 100 évvel ezelőtt. Mégis te voltál az, aki elindítottad őt, és adtad, hogy most mi itt legyünk egymás mellett, egymásra nézve, egymás kezét fogva, erősítve, és azt mondva, hogy igen, testvérem, én büszke vagyok rá, hogy azokat a próbákat, amik rád tett az Úr, azokat segített leküzdeni, és ő általa, ha elbukál, nem ő volt az, aki elbukott, de ő volt az, aki feltámasztott, felvett a porból, és most segít újra járni. Kérlek, egymás kezén fogva, leborulva előtted, hadd tisztulhassunk még tovább, és erősíts minket, hogy láthassuk minél jobban azt az utat, amit kijelöltél számunkra. Kérlek, jöjj közénk és vezess minket. És énekeljünk most egyet, Isten tiszteletünk kezdetére készülve, az 54-es számú éneket kivetítve is fogjuk majd látni. Aki szeretné, vegye kezébe énekeskedőket, hogy a kottát is követni tudja, az 54-es számú éneket énekeljük el együtt.
köszöntöm az itt lévő testvéreket, és azokat, akik támogatom idejük most, bekapcsolódnak a Isten tiszteletünkbe. Most Kispesti népét is ott köszönöm Cseri a televízió keresztül, akik ezen a délelőttön csatlakozók hozzánk, és együtt szeretnék imádni Istent, magasztalni, igét hallgatni, értelmezni Isten szavát, és a jövőben vezető utat keresni velünk együtt. A kamerák mögött hadd köszöntsem a műsor szerkesztőit, Szilvánsi István, Nájót és Ádámot, akik a jelölt folyamán a közvetítésben részt vesznek. Köszöntöm szeretettel azokat is, akiket régen látunk már a gyülekezetünkben, elsősorban, akik betegségből, érintettekből, jó néhány hónapon keresztül nem láthattuk itt a gyülekezetben Márkus Ádámné, Jóna testvérnőt, jelenlétének, és örülünk, hogy itt van ma közöttünk. Tudom, hogy nagyon nehezen mozdul, mégis szeretne egy mondatot a gyülekezethez szólni. Kérem szeretnél mikrofont egyik Jóna testvérnek, aki mindig, még a távol is volt, termünk volt életben, sokszor telefonon beszélgetve, kicserítjük a mondatainkat, és tudok, hogy most itt van. Kedves testvérek! Nagyon hálás vagyok a Jóatyának, hogy így lehetünk az ő házában, az ügyeikre között. A betegség engedett is, meg a férjemet is elvont már a gyülekezettől. 4 órára nem tudtam jönni. Közben maga miatt is, meg a férjem miatt is. Most nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és örülhetek együtt a testvérekkel, és azt kívánom a testvéreknek, hogy nagyon hűségesek legyenek az Úrhoz, mint ahogy az én végén is volt, és én is már 70 éve, hogy az ő gyermeke vagyok, 70 éve, hogy átadtam szívemet az Úr Jézusnak, és nagyon sok próbán keresztül megsegített, és még itt értett engemet. Nem tudom, mi a célja velem, és a férjemmel is, ő is érten éve, hogy az Úr gyermeke és a hűséges gyermeke volt. És azt kívánom, hogy ne csak ajkunkkal dicsérjük azokat, hanem tiszta szívből, teljes szívből szolgáljuk neki, ameddig élünk, hogy egykorunk az ő országában letessük, hogy ott dicsérjük és magasztaljuk azokat, mennyei seregek sokaságával. Kívánom a testvéreknek, hogy hűségesek legyenek, és továbbra is szolgáljanak hűséggel és tökéletes szívvel az Úrnak. Köszönjük szépen. Gondolom, hogy sárga a testvérünkre is, aki jelenleg is kórházban már hosszú napok óta, és fénykörésre vár, betegségében, fájdalmai között. Kedves Ilona testvérünk keresztül is üdvözöljük őt, és kívánjuk a Isten áldásánkat az életére. Kovács Lászlón, mint testvérünk is égen láttuk, és is a Isten áldásában szeretnénk, hogyha lenne, illetve minden időszakában. Mint említettem nyárban, és ez az is jelent, hogy a pihenésnek az ideje van, de akik itthon vannak, azok pedig fontosnak tartunk rám, hogy az otthonzában legyünk, mert a nekünk áldásra a szükségünk. Én is mondja, hogy érdekében hozzám minden, amit meg vagyok várva, és én jobbat adogatik veleteknek. Egy igével, Zsoltár verssel hadd köszöntsem az itt lévő és a távol lévő testvéreinket, Isten tiszteletünkön résztvevőket. A 24. Zsoltár így hangzik. Az Úrja a föld, és amit betölti, a föld kerekség és a rajta lakók, mert bővedettene alapján tengereknek, és rögzítette a folyókat. Ki mehet fel az ő hegyére? Ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiábavatosság után, és nem esküszik hamisan. Áldás nyer az ilyen az úttól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzeték, amely hozzám folyamodik,
akinek Istene és megmentője maga az Úr. Ez a Zsoltár vezessen bennünket, amikor az igazi Isten tiszteletre gondolunk, hiszen a fő témája ennek a mai alkalmunknak. Keressük az Úrnak az orcáját, keressük azt a hang hullámot, ahol az Isten igéje érthetőbb ránk a Szentlélek segítsége által, és hiszen ezt meg is tudjuk. Röviden arra szeretnék szólni, hogy előbb énekelnénk, és a mai alapigét és annak magyarázatát meghallgatnánk, hogy az elmúlt héten, az elmúlt hétvégén egy nagy eseménynek a tanú lehettünk, amikor a magyar baptisták világtalálkozójának lehettük vendégei Debrecenben. A főtisztcsarnokban tartottuk meg ezt a 8-10 évenként esedékes világtalálkozót, ezt most már a rendszerváltás után a negyedik volt, látjuk a fényképen a fő igekérdetőt, dél-afrikai igekérdetőnk volt, ahol és Néza, hogy figyelni ezt a testet, és azért is tettem ki a fényképét, mert néhány évvel ezelőtt Kispesten is járt, itt ebben a gyülekezetben is igékérdetett, szoktuk Péfánssal mondani, hogy a világszövetségi elnök szeretné jönni, rálemni, az először Kispestet keresek fel, és az ígéret szerint Kámsán ilyen szolgálatot végezhet. Nagyszerű igékérdetéssel volt, el lehet képzelni azt, hogy a dél-afrikai igékérdető az ő saját lendületével hogyan próbál bennünket biztatni és támogatni helytállásra, összefogásra, életmentésre, megtérésre és új életre, és ez volt a fő címe ennek a háromnapos alkalomnak, hogy valami új kezdődik, és ha visszalépünk még egy képpel, akkor látjuk azt az időverset is, ami az alapja volt ennek a háromnapos alkalomnak, ezért a valaki biztosban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és idén új jött létre. Ez a mi vágyunk, ez a mi imádságunknak a tárgya, hogy bárcsak ne egy mozdulatlanság, ne egy közömbösség, hanem a megújulás, Isten Szent Lelkének a munkája, személyes életünkben, gyülekezet életünkben, egész közösségben, és egész Európában fogható, érzékelhető, tapintható lehessen. Ennek szeretnénk is részei lenni. Ha még egy képpel megyünk tovább, akkor látjuk azt, hogy hála Istennek nagyon sokan voltak, nagyszerű énekarok az országból, a határon túlról, Erdélyből, Szerbiából, Felvidékről, Amerikából, nagyon sokan érkeztek erre az alkalomra, és illusztr és jelentős vendégeket is fogadhattunk, akik hozzám szóltak többek között, Való Zoltán miniszter is megtisztelte a találkozónkat vasárnap délelőtt, ő maga is felszólalt, és igei bátorítása visz ő református lelkész is, hogy miniszter. Szólított meg bennünket, és egy nagyon találó ígével és történettel bátorított bennünket, magyar baptistákat, hogy ebben a hazában szükség van az átadott életre, visszaérés a keresztényekre, akik a társadalomnak a javán munkáján, akik olyan módon töltik a küldetésüket, hogy ahol a környezetnek és az országnak is az épüléséhez szolgál. Minél több szorgalmas, minél több becsületes hívő ember él ebben az országban, annál inkább tisztul a közélet, az erkölcsi színvonal emelkedni fog. És nagyon megköszönjük, hogy eljött és a bátori szavaival erősített bennünket. És még egy képet, hogyha megyünk, akkor meg kellett nézni kedves testvérek arra a kedves misszionárus testvérünkről, aki kereket egy esztendővel ezelőtt távozott közünk. Füredi Kamináról van szó, aki kispesti születésű volt, itt nőtt fel ebben a városrészben. Annak ellenére, hogy nem egy közvetlen keresztény családból érkezett, mégis Isten keresése nyomán oda találta testvérünkre, átadta a szívét Jézus Krisztusnak, ebben a gyülekezetben.
odahallott, átvétást és itt nyerte az elhívását is, és indult el Afrikába. Több mint 30 esztendőt töltött itt a Tiszta Ezen, Sierra Leone-ban, ahol nagyon is vállalható körülmények között, nagyon nehéz körülmények között állt hely, és az oldalában is el az életét. Egy évvel ezelőtt kísértett utolsó útjára a kistesti temetőre, de nem felejtjük az emlékét. És annak is örülök, hogy nem csak mi nem akarjuk elfelejteni őt, hanem élet példaként, követendő példaként, országos közösség, sőt a világ szerencség is nagy elismeréssel tekint az ő munkájára, szolgálatára. Ennek volt következménye az, hogy a mindenfigyelső pillanatban a Magyar Baptisták Világ Szövetsége úgynevezett posztumusz ornya díjban részesítette. Tudjuk azt, hogy ő már átvette az életkoronáját, amikor átvétett ebből a világból, az Isten országába, a láthatatlan világba, ahol mennyei barok fogadták. Mégis jó, hogy akik itt vagyunk és őrizzük emlékét, emlékezzetek, mert aki vezetőinek jól mondja Isten igéje, akik előttetek jártak, akik az igét hirdették, különösen figyelmezze életük végére, kövessétek az ő hitüket, kapjuk a hitlei bátorítást. Úgyhogy én szeretném egy gyülekezet előtt is bemutatni ezt a posztumusz kortadíjat, ami egy nagyon ünnepélyes megemlékezés volt, és ennek keretében családtagjaim nem és a gyülekezet nevében hoztam el, hogy majd aztán a családnak is tovább adjam, illetve majd ott a gyülekezetben is kitüggesszük a falra, hogy emlékezzünk ilyen voltam is rá. Én azt kérem, hogy Péter testvéremtől, Sassári Péter eljáró testvéremtől, hogy az az ismertető, megemlékező audáció, amit ott elhangzott, bennünket is emlékeztessen az ő hátrányos életét, életből olvasta. A Magyar Baptisták Világszövetsége 2009-ben hozta létre a Kornya díjat, melyel a misszió munkában élen járó másoknak is példát adó baptistákat tisztelünk meg, és egyúttal emlékeztetünk a nagy elődünk Kornya Mihály munkásságára is. A díjat 2017-ben posztumusz Füredi Kamillának ítélte oda a Mabavisz elnökséget. Füredi Gabriella Kamilla 1951-ben született Kispesten. 9 éves volt, amikor Isten igéje megragadta a szívét és elkötelezte magát Krisztus követésére. Egészségügyi pályán helyezkedett el. Évekig dolgozott egy csecsemőotthonban, majd a budapesti Szent László kórházban. Ekközben egyre határozottabban tapasztalta meg Isten hívását a misszionáriusi szolgálatra. Ennek érdekében is végezte sokrétű teológiai tanulmányait. A kisvörösi baptista gyülekezet felismerte Istentől kapott elhívását, és 1982-ben misszionáriusi szolgálatra avatta fel. Még ebben az esztendőben lehetősége adódott arra, hogy külmisszióba induljon az afrikai Sierra Leone-ban. Először nem csak misszionáriusként, hanem orvosasszisztensként is dolgozott egy kórházban. Később felkérést kapott a Sierra Leone-i baptista lelkipásztor képző bibliaiskola tanári, majd igazgatói feladatkörének betöltésére. Kamilla összesen 18 esztendőt töltött az afrikai misszió mezőn. Ezekben az években sok próbán kellett keresztül menni. Meg kellett küzdeni a szegénységgel, nélkülözéssel, betegségekkel. 2 évvel ezelőtt a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat önkénteseként élelmiszersegélyeket továbbított az ebola halálos veszedelmével küzdő Sierra Leone népének. Halált megvető bátorsággal vett részt az adományok kiosztásában és a betegek gyógyításában. A sok erőfeszítésben az ő szervezete is súlyosan legyengül és kórházi ellátásra szorul. Ebben a helyzetben döntött úgy, hogy további gyógykezelésre hazatér. 2015. augusztusában súlyos betegen érkezett vissza Magyarországra. Nagy öröm volt számára, amikor
akkor közvetlen afrikai munkatársai, a Sierra Leone-i Baptista Szövetség elnöke és főtitkára látogattak Budapestre. Azóta Kamilla már hazatért. Hálaadással köszönjük meg Istennek példamutató életét. A kispesti temetőkertben vettünk végső búcsút Füredi Gabriella Kamilla afrikai misszionáriustól 2016. július 29-én a feltámadás reménységében. A magyarországi búcsúztatott tisztelettel párhuzamosan az afrikai Sierra Leone-ban Makeri városában is tartottak megemlékező istentiszteletet Füredi Kamilla áldozatos életéről. A Magavisz elnöksége 2017-ben kiemelkedő misszionáris munkáért, példaadó életért, elkötelezett szolgálatért, Kornyadia Osztulusz Füredi Kamilla misszionáris részére adományozta a díjat testvére beszél. Köszönjük szépen! Először a Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki a mennyi világából jött közénk, hogy érthetővé és világossá tegye számunkra, hogy többre számunkat az embert a földi létnél. Hogy ő benne és ő által megnyitottad előttünk a mennyországot, a te országodat, és a hittel elfogadja ajándékként ezt akkor, annak részese lehet már itt a földjére, állatokon a misszionárisok között Kamilla testvérnőnkért is, aki ebben a városban nőtt föl, aki ebben a gyülekezetben jutott hitre, itt kötelezte a magát a te követésedben, itt hallotta meg az elhívást is, a küldetést is, és ez a gyülekezet volt az, amely kíváncsiságos szeretetben hordozta őt akkor és amikor távol volt, és Afrika népe között hirdette. Urunk, őt már hazahívtad, és ő már a megváltottak sokasságával lehet, aki átvehette az életnek koronáját. Még Urunk, még úton vagyunk, de azért imádkozunk, hogy sajátos küldetésünk, amit egyenként ránk is bízol, hadd legyünk ennek hűséges hordozói, a jó hírnek továbbadói, éljünk reménységben és békességet munkával, embertársaink között, hadd legyünk addig is hasznos tagjai ennek az országnak, ennek a társadalomnak, mi meg nem érkezünk új hazánkban, a te országodban. Segítségünk, Jézus nevéért, hallgass meg a terméket. Maradjunk áll a testvérünk, és egy énekre fogunk énekelni, így készülünk az ilyen orvasságosságosségek érdekésére is. Az 54-es ének lesz ez, az 54-es ének így kezdődik, hálát adva, áldjon Isten, áldjon Isten, ki él. Az ének alatt van lehetőségünk arra, hogy adományainkkal a misszió munkát erősítsük, és az oldalát javainkkal Isten országának a jó hírét adjuk tovább, és ezt előhozítsuk. 54-es éneknek minden az öt versét. Thank you.
az első 9 verset hallgassa meg a gyülekezet. Tehát Máté Evangélium a 15. fejezet első versről a következőképpen találjuk neki a Isten igéjét. Akkor farizeusok és irányzók mentek Jézushoz Jeruzsálemből, és ezt mondták: miért szegik meg tanítványait az ősök hagyományát? Akkor ugyanis, amikor ugyanis étkeztek, nem mosták el a kezüket. Ő így válaszolt neki: ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományaitokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta: tisztelt apádat és anyádat, és aki gyanázza apját vagy anyját, halálba bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok: ha valaki ezt mondja apjának vagy anyának, áldozati ajándék az, amivel megsegítettélek, az ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományaitokért, képmutatók, talán profétát hallatott Ézsaiás: ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tartanak, amelyek emberek parancsolatai. Kinek a Isten igéje? Kedves testvérek, kedves igehallgató, itt is a tárgyban, olyan igét olvastam, ami úgy mutatunk, mai napra jelölték, nem szoktam eltérni ettől, hisz hétköznapi gyülekezetünk is ehhez kapcsolódik, és a következő héten is ehhez kapcsolódva tartjuk az áldozatainkat, és szerte az országban, sőt határon túl is. Ezzel az igény kerülnek el magyar baptista testvéreink számára. A felolvasott igény olyan területre világít rá, amely azonnal nem csak hanem minden templomba járó, minden vallásához hű Istenkeresőnek is. Ez egy olyan problémát emel ki most ez az evangéli szakasz, ami a mi hétköznapi és hívő életünknek is időnként kérdésére vált, mégpedig milyen az igazi Isten tisztelet? Milyen tisztelet tetszik az Isten? Hogyan imádjuk Isten? Milyen módon tegyük azt? Az Úr Jézus Krisztus, aki a mennyből érkezett közénk, és földi évei során sok olyan tanítást adott, és próbálta fölvinni az embereknek a tekintetét, a látását, világossá tenni, hogy a mennyei Atya, aki a mennyben van, aki az egész világot teremtette, aki megalkotott mindent, az embereknek a dicsérete nélkül is létezik. De mennyire más az, amikor a teremtő felismeri a teremtő, a teremtett lény felismeri a teremtőjét, magát Istent, és hozzá kapcsolni az ő tisztelete felé megnyilvánul. Természetesen Jézus előtt is az ember tisztelte az Isten, sőt, hát nem csak Ábrahámtól kezdve, nem csak a zsidóságban látjuk azt, hogy az egy Isten imádata hol fakad, hol Istenre föl Ábrahám az Isten imádata a helyén is mondjában, Jeruzsálemben, hanem nagyon sokfajta vallás, nagyon sokfajta így végezik a világ más pontján is, más emberek is imádják az Istenüket. Mi különböztetnek azonban bennünket másoktól, más Isten imádattól, más vallási kultuszoktól? Mi az, ami emelkedette tisztább, ígünk szerint legalábbis, forrás közelé, amiről tudhatjuk azt, hogy Isten kedves lehet? Mi tudjuk azt, hogy a más vallás, világvallás vezet, egy olyan Isten képet vetítenek az élet,
ami az ő sejtésétől fakad, és egyfajta talmrendszerétől fakad. Ezzel szemben, amikor Jézus Krisztussal figyelünk, az ő tanítását hallgatjuk, akkor világossá válik, hogy Isten szánt közé Jézus Krisztusban nem tekintett el zsákmányokat, hogy Istennel egyenlő, valósul a Krisztus igazban, hanem megteresítette magát emberi lett szolgálává, sőt a kereszt alá pártra, megalázva magát egészen a kereszt halálig, és onnan emelte Isten vissza őt. Tehát amikor Jézus Krisztus követjük, akkor nem egy kitalált Isten képet követünk, hanem egy valóságos Isten képet. És azt mondja, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Az találkozott Istennel, aki Jézus Krisztussal találkozik. És amikor tanított, itt ebben az esetben egy olyan szituációt emel ki az evangélista, amikor Jézus után járnak emberek, figyelik a szavát, de többen nem azért követték, nem azért figyelték, hogy tanuljanak tőle, vagy hogy az Isten képük tisztuljon, hanem hogy kritikával ülessék. Vagyis vannak olyanok, akik Jézus Krisztus nem fogadják el sem Isten fiának, sem követendő mesternek, hanem mindenféle kritikával követik. A legfájdalmasabb dolog az, hogy ebben az esetben is írás tudók és farizeusok voltak, akik bírálták Jézust. A legtöbb baj az írás tudók és a farizeusokkal volt Jézusnak. A legtöbb konfliktus helyzet, a legtöbb vita is velük történt, Jézus köztünk jártak idején. Ugyanis ezek az emberek tanultságuk és ismeret gazdagságuk révén azt gondolták, hogy ők jobban tudják, mint maga Jézus, aki megtestesítője volt a igazságban. Kezdőben volt nekik is a Szentírás, akkor természetesen a proféták, Mózes könyve és a többiek voltak a kezükben, és büszkék voltak arra, arra a vallásos hagyományra, aminek a követői voltak. És elutasították ezzel Jézust. Bírálták Jézust. Nem akarok messzire menni, ennek az igének olyan fajta magyarázatában, hogy csupán elhagyjunk a 2002-ben ezeket a történetnél, hanem szeretném kicsit közelebb hozni. Minden vallás, minden felekezet, minden egyház, idézőre teszem ezt a mondatot, hogy büszke a maga létrára. Nagyon el van bennem sokszor a megtett út, a hagyomány, ami természetesen bizonyos keretek között fontos is. Na de az egyház, az nem múzeum. Az egyház, az nem egy hagyományőrző klub. Az egyház, az nem egy olyan változatlan struktúra, ami menetrendszerűen ugye történik az események, eljönünk vasárnap Isten tiszteletre, megkapjuk a igehirdetést, minden kellékes elemenek, Isten tiszteletnek, letudjuk magunk mögött, és semmi hatással nincs rá. Nagyon sokan vannak olyanok, bár senkit nem akarok kívánni, hogy nagyon büszkék a saját vallásokra, a saját felekezetükre. Talán jelen is rendszeresen. A kérdés az, hogy az egyházatában találkozunk-e. És most nem a papokról van szó, nem a egyházi felettesekről van szó, nem a ceremónia mesterekről van szó, hanem aki feje az egyháznak. Hisz az egyház működésének, létének, történelmi útjának és jövőjének is az egyetlen célja az, hogy megismerkedjünk, közeljussunk Istenhez. Közeljussunk Jézus Krisztushoz. És minden más, ami elvonná a tekintetünket, ami csak látvány, ami csak vakítás, ami csak külsőség, ami csak ceremónia, el is takarhatja a lényeget. Eltakarhatja Krisztust.
És megmaradj csak a szívedben a kritika, a megjegyzés, talán egymás kínálata, vagy bármilyen jelenségnek az olyan fajta szeretetben vizsgálata. Egyből semmi én nem épülök, sem a társam nem épül, senki nem épül. Tehát a Sándornak megvannak azok a ravasz fogásai, hogy eltakarja a lényeget, még a vallásra is. Ne értsétek félre a szavamat. Nem arról van szó, hogy nem kell a hagyományt tisztelni, hogy nem kell dicső múltbúj nagy eseményeit emberedni. Én, mint egyház történész, akkor nagyon sokszor kerülnék a hibába, hogy igenis épp kell, hogy emeljük a múltból az egyház történelemnek különböző pontjain azokat az eseményeket, amik meghatározták a jövő útját, vagy meghatározzák most is az elkövetkezendő jövőt. Nem arról van szó, hogy ne értékeljük. Arról van szó, hogy ne elégedjünk meg csupán a külsőségekkel. Ne elégedjünk meg egyfajta vallásossággal. Bár a szó kivált. Nagyon szép. Ha valaki nem kérdezi, hogy milyen vallású vagy, ezt fogjuk mondani, hogy milyen vallású, ha nem szép. Igazából a vallás kifejezés azonban több annál, mint hogy felekezeti nevet említsünk, hogy milyen vallású vagy olyan vallású. A szóban benne van, hogy vallást teszel. De kiről? Vagy miről? Nem csupán arról van szó, hogy X felekezetnek a tagjait. És ezzel egyfajta vallásos bőg is származott ebből, hogy én talán külön vagyok, mint az X, vagy Y felekezet, vagy egy válasz. Mert nem így, vagy úgy, ez, vagy az, másképpen van, amott. Vagy csupán ebből áll, ami vallásosság, igazából semmit nem ér. Ugyanis ebben az esetben is az történt, hogy odajöttek Jézushoz az írástudók és a farizeusok, és elkezdték Jézust és tanítványait bírálni. Tehát azt mondanám, hogy hát nem is értjük igazán ezt a történetet, hisz az írástudók és farizeusok azt mondták, hogy a ti tanítványaitok miért nem mostan kezdett az étkezésnek? Hát ennyire nagy egy kérdés, hogy a higiénikus szokások nálam is automatikusak. Valahonnan hazamegyünk az első, a fürdőszobában megmosjuk a kezünket, arcunkat. Mert ugye az ember sok mindenkivel találkozik, kezet fog, érintkezik, és nem akarja, hogy ennek káros következmények. Tehát egyenesen tűnt a kérdés, amit az írástudók és farizeusok mondanak Jézusnak, mint tanítványaitól, étkezés előtt nem mossák ez. Azonban nem erről van szó. Ebben az esetben nem erről van szó. A vallásos elírások között ugyanis voltak olyan rituális mosakodások, abban az időben Jézus korában állandóan mosakodtak az emberek, természetesen ez helyes és egyrészt, de folyamatosan mindenben mutatták, hogy mennyire tisztább. Hát gondoljunk arra, még Pilátus is vezetős ott, ugye? Mielőtt a halálos ígéretet kimondta, valamiféle rituális külsőségekben azt akarta ezzel prezentálni, hogy én tiszta vagyok. Rituális tisztulásról volt szó, és amikor bírálhattak, akkor azt mondták ezzel, hogy az atyáknak a rituális mosakodását ti nem veszitek oly mértékben komolyan, mint ahogy mi azt az atyáktól vettük. Mondom, lehetne egy nos. A lényeg azonban nem ebben volt, hanem Jézus később folytatja, hogy olyan sokszor mosogatjátok a kezeteket. Olyan sokszor bemutatjuk rituális, vallásos, ilyen-olyan cselekvésekben. Azt gondoljátok, hogy maga a cselekedet az üdvözítő. Hogy ezt is megteszed, meg azt is megteszed, meg azt is mindenféle elvírásnak megfelelsz, és akkor eléred az üdvösséget. Ebben éppen ez van benne. Hogy ide jutnátjátok magatokat, hogy külsőképpen tisztáltatok. Úgy gondoljátok, úgy mutatjátok az emberek, hogy ebben semmi gond.
nincs. Közben a szívetek tele van gyűlölettel, haraggal, gyilkos indulattal, megbékélni nem akarok szív, tele vagytok bűnökkel. Azt mondja, Jézus idézi, de már jól ismerte nyilván, és tudta, hogy a farizeusok és irányosoknál ez találni fog, amit idéz Ézsaiás könyvéből, amikor azt mondja, az alapítás szerint Ézsaiás profétát idézi Jézus ebben a válaszában, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távolabb tőle. És hiába tiszteltek engem, mondja, idézi tovább Jézus a proféta szavát, ha olyan tanításokat tanítanak, amely emberek tanácsadói. Amikor csak a hagyományra teszitek a hangsúlyt, amikor csak az elvírásokban regulálva teszitek a hangsúlyt. Most a reformációnak vagyunk az 500. évében, elég sok előadással hívnak engem is, vagy hallom mi magunk is, amikor körbejárunk ezt a témát, hogy milyen is indult el a reformáció. Mit is jelent az, hogy reformáció? Mit jelent az, hogy valaki Isten lelke megérint, és nem elég számára a vallásos rituálé? Luthert szoktuk példaként tekinteni, aki miután megtért, és egy szerzetes közösségnek lett tagja, és mindent megtett annak érdekében, hogy lelkében békesség legyen. Keresse Istent! Meg is voltak az útmutatások, kezébe nyomták a szerzetesennek a reguláját, pontok a szerve, hogy hagynak, föl kell kellene, sorvosmáznak kell, imádkoznak kell, stb. Bőtölnök kell. És hogyha ezeket így megteszed, akkor esetleg lehet a kisebb. 500 évvel ezért így gondoltak az emberek. Így tanították. És éveken keresztül csupán a regulat volt a kezében. Csak az emberi hagyomány volt a kezében. Ezek emberi előírások voltak. És minden inkább szerette volna betartani ezt, és jó lelkiismerettel szolgálni Isten, annál inkább érezte, hogy mintha egy örvény húzná lefelé, és nem hogy megszabadult volna, még jobban megterhelődött ezekkel. Miután arra az elhatározásra jutott, hogy engedélyt kér, és ezt szeretném szólni, engedélyt kér a főnökétől, a rendfőnökétől, hogy Bibliát olvashasson. Ugyanis abban az időben tilos volt Bibliát olvasni. Annyira veszélyes könyv. Mert az volt, hogy minden forrongásnak, minden reformációnak ez az alapja, tehát jobb, hogyha az ember nem nagyon ki van a szentírás. És engedélyt kért, és elkezdte olvasni. És eljött a római levélnek ahhoz a versenyhez, ami gyakorlatilag az egész Bibliának a lényege, hogy kegyelemből van népességet. Kívánból. És nem emberi cselekmények, teljesítmény, a hagyományok megtartása által. Tehát Isten megajándékozott bennünket Jézus Krisztussal, hogy ő volt az, aki kifizette a mi bűneinknek az árát, vállalta azt, hogy helyettünk a keresztre menjen. És megtört este kifolyt bél, hogy emlékezni fog a következő percben is. Elegendő áldozat. És nem azért tesszük a jót, mert az üdvösséget szeretnénk elérni, hanem azért tesszük, mert üdvösségünk van kitáltal, Jézus Krisztusban vetett kitáltal. És ezt örömmel tesszük. Akkor is, és nem adottam a reformációnál, hisz 500 évet tart a reformáció, és most is tart, hogy most emberi rendelkezéseket, hogy az Isten ígérjön. És még tovább adom. Nem elég csupán a Bibliát Isten. Ismered a szerzőjét? Ismered az ihletőjét? Mert rendben van az, hogy Bibliát olvasok, rendben van az, hogy kívül a nekem a nagyon szép igazásokat. Ez nagyon sok segítséget nyújt. De ismered-e a szerzőjét? Találkoztál Istennel?
Találkoztál az egy személyen a Jézus Krisztusra? Van-e személyes kontaktusod? Mert maga a vallásosság önmagában nem tart meg. Önmagában az egyház sem tart meg. Nem dolgoktathatjuk majd, ha az anyakönyvünket Mennyország papján van, hogy én tiszteletezetnek voltam az egyedül üdvözítő vallásnak voltam a tagja. Mert nem ez nem meg. Jézus Krisztus ember. Isten az én üdvösséget szerző egyenlő által gyújthatom el a boldog felismeréssel. És Jézus pont erre utal, hogy nagyon-nagyon rafináltan gondolkodik az ember sokszor. Ugyan példát ad vissza válaszként erre a pillanatnak, ami azt mondja, hogy ti is tudjátok el, hogy Isten a törvényét. Egy alapvető dolog. Tisztelet, apádat és apádat. Abban a törvényben benne van az is a tiszteletnek nagyon fontos elején, hogy mivel még mindig rendszeresen Istenhez ad az időben, hogy mint halálé a gyermekeknek kellett a szülőknek az életéről gondoskodnia. És tisztelettel kellett egészen az utolsó stádiumig elkísérni. És én is azt mondja, valószínűleg ez egy botrányos eset volt, hogy valaki nagy vallásosságában egy komoly adományt adott az oltára, és azt mondta, hogy én inkább ideteszem ezt a pénzt, mint hogy ideget eltartsam, hogy megboldogja a tudatokat. Inkább megnyitni benneteket egy intézetbe, de én nem akarok nézni a kínlódásokat. Ez például jelentő erről szó. Intézze más. És vagy szentként még ezzel egy bizonyos. És azt mondja, hogy megtörténtek a törvényt. Kikerültétek azt a kötelességet, ami alapvető módon is a tiétek, de vallásoskodásokkal megmutatjátok a lelkiségeteket, hogy nem akarok ezzel foglalkozni. És én csak a szavaiban nézzétek meg testvérek, hogy mennyire szereteteljes tanácsnak. Hogy igazán volt tényleg, ami vallásosság, ami hívő életünk mögött, milyen rúgókban veszélyben, milyen erőt dolgozik. Csupán egy vallásos előírást követünk, vagy pedig a szívünkben történik változás. Mosakodásról volt szó, ugye itt a keresztény világban sok vitára adott fogott a keresztjében a kérdésre. Hitetlen volt, hitvallóan és a úgynevezett mosakodásoknak a vitája közé tartozott időnként, vagy tartozik ma is. Rákesztelejét hadd mondjam nekik az, hogy igazából nem az dönti el, még az életkor sem dönti el, még a nézet a mennyisége sem dönti el, hanem az dönti el, hogy keresztelő János is, Benedikő János is mondott a Jordán partján, én csak Jézus. De a kintának jelent, az erősen és agyonnában, ő majd szent élekkel és tűzzel keresztel kiveket. Ha csupán meg vagyunk keresztelve, ha csupán ne vagyunk megintve, de lélegzeti változás nem történt benne, ha Jézus nem vitt át bennünket az újjászületés csodáján, mert mi egy vallásossággal megelégettük, egy külsőséggel Nikodémusra gondoljatok testvérek, ő Izrael tanítója. Járt megmondta, másokat oktatott és tanított. És alapvető kérdésekkel nem volt tisztában. És amikor arról érdeklődött, hogy igazán Jézus mester, mondd meg nekem, hogy ki juthat egyáltalán a mennybe. Jézus azt jelenti, hogy világosan, mert nagyon okos, nagyon értelmes, nagyon embernek, Nikodémus. Újjászületés nélkül, de bármit csinálsz még az egyházban is. Újjászületés nélkül nem érezd Istenet vissza. Tényleg így van. Nem elég az, hogy évekig keresztül fogtattal a valamelyik betegezetnek a partját. Ott voltak minden Isten tisztelt. A tartós szárazat el.
És nem jár ám Istenvel együtt az életadó eleje, vallásosság csupán. Adomány tisztelet. Találkoztál az kérő Jézus Krisztussal. Átadod a szívednek. Megtörtént az újjászületés. Személyesen ismered Istent. Nem csak a szavát, nem csak a népét, megérintett téged Isten lelkének az eleje. Belső kormányzó lett, irányítója lett az életed. Vagy az egész vallást úgy, ahogyan kényszer szokottnak érzed. Elvesterek, ezt így töltitek el, és így tudjátok belemezni. Számotokra a Krisztus követés, kényszer szokott, vagy örömmel Krisztus követés. Mert ez a lényeg. Vallásos hagyományt követsz, vagy az élő Jézus Krisztusnak vagy, elkötelezett követed, és bármilyen ellenállásodik közben az életed, mint láthatod, amit a életében is. Végig küzdődve, végig járva, mint a vádék, a Krisztus követésség. Fölhagyva nekünk is a követés. Csak a számtal az hajban dicséri Istent, és a szíved távol van tőle, egy szívvel is élve, teljes szívvel követed elő. És most testvéred, nem arra van szó, hogy milyen külsőségek között, nagyon sok talán a felelkezetet és tépházatot, milyen az Isten tisztelet, milyen stílusú idézőet veszed, milyen stílusú legyen, milyen éneket legyen, milyen legyen a liturgiája, milyen legyen a papoknak a ruhája, milyen legyen a mozgása, ez legyen vagy az legyen, teljesen. Nem ettől függ. A kérdés az, hogy tiszta a szív. Nem csupán a között. Befejezésről oda nincsen megint Ézsaiás. Ézsaiás azt mondja, mit kezdek Isten kérdését? Mit kezdek a sok véres áldozatokkal? Az égő názott kosokból, a hízott marhán tövérjéből, a pikány, bármány és kapott végében nem könyörködöm. Ki kívánja tőledek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapassátok azért udvaromat. Ne hozzatok többé azon áldozatot, még a füstjét is utálom. Újból, szokkal, ünnepi összejövettel, nem tűröm ugyanis együtt a bűnt és az ünneplést. Új oldalukat, ünnepényeket, gyűlölt, választ el is. Másról azt mondja, hiába gyújtjátok felé a kezeteket, hisz véresek azok, persze nem látszik. Tele van bűnnel. Isten azt mondja, hogy nem tűröm rá a bűnt, vagy ez a rossz? Ne kérdezzük meg egymást, hogy is lehet. Van egy énekünk, amit az énekkel szokott énekelni. Ember szemétől bűneim elkapogatom. De Isten már a szívedbe előtte nincs nyitva. Így álljunk Isten szín elé, és tegyük fel a kérdést, csak számmal tisztelem előtt, vagy teljes szívemmel. Mert hiába tisztelem a emberi tanításokat, hagyományokat követek csupán, de nincs élő kapcsolatom Istennel, nincs élő kapcsolatom a megváltóval, nincs napi kontaktusom párbeszédem Istennel, informasság. Erre bátorítanak, kedves testvérek, ezen a mai alkalmon keressétek az Urat, ami megtalálható. Keressétek. Hisz ő elég keresett már bennünket, megszólított, nem külsőségekben, hanem szíved tegességében, ott láthatod meg, ott Isten lehet, ott Isten magának. Mennyi atyán, köszönjük, hogy ma is találkozhatunk veled, köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben is hirdetették a evangéliumot sok helyen ebben a világban,
közeledettél Krisztusban, érthető és világossá válva maradod. Segíts a Szentlélek által megértenünk és cselekedni is mindazt, ami szívünkre helyeztél. Amen. A 317-es évfélkerességre bejelzett, 317-es évfélkerességre, Jézusért kivetett részen, én ezt szintén átadom, az első kérdőkeit ennek az éneknek el, mielőtt a tudatsorát kérdőket venni. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy higgyék abból a pohárból, mert aki úgy teszik és hiszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ígéretet veszik és hiszik önmagának. Ezért kerültenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan, mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem testünk ítélet alá. Amikor az Úr ítél minket, akkor megáll, de világkal együtt elmen leszünk. Ezek az igék nagyon komolyan emlékeztetők és figyelmeztetők is. Az úrvacsorának és az úrvacsorai jegyekkel nem úgy tekintünk valami barátatos eszközökre. Volt az egyház történelmen olyan időszak, amikor úgy tekintettünk valami olyan kisutázáson materiális jegyekre, mintha maga Krisztus lett volna, előtte meghajoltak, hogy más módon tették el a tiszteletüket. Mi nem a materiál tiszteletük. Mi nem a kenyeret és a szőlőnek a termesség tiszteljük Istenét. Megint abban a kiválásnék, mint amit az előbb is hallottunk. Mi
azt az Urat tiszteli, aki mögöttel áll, aki kézbe vette, aki kiosztotta, aki később, amikor feltámadása után ismét találkozott a tanítványokkal, megint csak támadva a megtörtel, és látták a tanítványok az ő kezén a sebeket, megrendítették őket. Bennünket nem a jegyet rendítenek meg, mert ez semmi olyan között, hogy erre nincs, ami hatással van rám. A hitünknek viszont van. A Jézus Krisztusba vetett hitben van az erő, nem a materiálban. És éppen ezért, amikor most az Úr asztalához jöttünk majd, és kezdjük veszünk az emlék jegyeket, Jézusra. Jézus megtölt testére emlékezetre. Jézus érte kifolyt a vérére emlékezetre, mert ez volt az ára. Nem arra, nem ezüstön, nem drága köveken keresztül nyerte meg, vásárolta meg az üdvösségünket, hanem az, hogy megtölt teste és vére által. Szent közösségre hívta át bennünket Krisztus, azért rendelte, hogy ilyen módon hitnek éljünk át. Bűnbánatot kapva, bűnbocsánatot kérve, megtisztult szívvel jöhetünk az ő trónusunk elé. A következő percekben erre kerül most is sor, és kérem képeli álló testvéremet, hogy jöjjön és segítségül nekem. Amikor először majd az emlékvégekért csak mögötte lévő csodálatos, nagyszerű és drámai eseményet adottam, és legelőször Krisztus megtört testét, azért az áldozatért adjunk a támát, amit ő
Égről vagyunk elégedve az Úr Jézus Krisztus oltalmi imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenségeinket. Segíts minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Együtt énekeljük el, egymás kezét megfogva azt a közösségi énekünket, amit kezdődik. Szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.